több éves álmunk vált valóra, amikor háromfős csapatunk baráti meghívásnak elegettéve végre elindulhatott a Volga deltájába. Oroszország európai részének leghosszabb folyója a tengerszint felett 233 méter magasan, a Valdáj-hátságon ered és a Kaszpi-tengerbe ömlik. Delta torkolata 19.000 négyzetkilométer. Asztrahány volt az első megállónk, ahonnan azonnal tovább is indultunk ismerkedni a Volga mellékágaival. Komppal keltünk útra, volt idő ismerkedni a vidékkel, emberekkel, technikával. Meglepetés volt, hogy a vidéket keresztül kasúrbe hálózó csatornák folyószélességűek. Odahaza biztosan végigülnék a horgászok, de itt csak elvétve találkoztunk velük. Az oldalkocsis motorkerékpártól is elszokott már a szemünk. Istenem, milyen gyorsan felejt az ember. 30 éve még mi is büszkén zögykölődtünk nagyapánk motorkerékpárjának oldalkocsijában. Révbe értünk. Már a mi utunk első megállóját illeti. A kocsik komótosan legörnülnek a kompról, mi is megkönnyebbülten veszünk búcsút az öreg vontatóhajótól, szerencsére egybe tartotta a festék meg a rengeteg eggesztés. A világnak ezen a részén, mintha meglassult volna az idő. A révfalucska elég kopár, a falu békéjét a kóborló kutyák őrzik, és a jószág is szabadon hűsölhet a rekkenő nyárban. A csatornága kiszélesednek, a hazai vizekhez szokott szemnek tengernyi a táj. Felé, jól látni, hogy a víz is tisztul, a kisebb-nagyobb halak a part szélig is kihúzódnak. Ígéretes halas víznek látszik. Mennyhárt Jóska nem is bír magával, a tikkasztó melegben ruhástól indul a folyóba. A horgászt még alig látott vizen nem kell sokat dobálni. A legegyszerűbb kanál is az újdonság varázsával hat. Kezdetnek ez nem rossz. A könnyű, de gerinces botta Jóska remekül paríroz. Van ereje a halnak, egyszer-kétszer még körbejár, de a Tiszán nevelkedett rutinos horgásszal szemben nem sok esélye van. Hamarosan kantáron az első harcsa, amit aztán a kellemes fürdőzős horgászat után szép füzércsuka és egy kisebb harcsa követ. Jóskát kiimádkoztuk a folyóból. Indulni kell, mert még távol van Ikrajnaje, amelynek a neve is vonzó, hiszen ikrást jelent. A város neve is a Volga kincsére, a belugák kaviárjára utal, mely az itt élők megélhetésének egyik forrása. Ahogy fogynak a kilométerek, úgy változik a táj. A sivatag hajói már jelzik, nem járunk messze Ázsiától. Szerencsésen megérkeztünk. A Volga vizével főzött étel már rotyog a kondérban. Vendéglátóink a hagyományos orosz vendégszeretet rituális szertartásával fogadtak. Egy kis dinnye, aztán jó sok vodka. Egyszer, kétszer, tizenkétszer.
A nap még magasan állott, de mi türelmetlenek voltunk, hiszen vodkázásra lesz még alkalom, de a Volga legendás deltájában való horgászatra nekünk csak 3 nap jutott. Irány a kikötő, gyerünk pakolni. Ez mindig nagy dilemma, ha ismeretlen vízen jár az ember. Lehet, hogy elég lenne 2 pergetőbot, de azért tegyük be a nagy harcsázót is. A sárga doboz nehogy kimaradjon, abban lapulnak a Macedóniából beszerzett nadályok. Van itt még 2 bot, egyefene rakjuk be az összeset. Ez igen. Egy rántásra indul az orosz csoda, a vetyerok meg a Kalacsnyikov keveréke. Mint a szél repít bennünket kifelé a keskeny csatornából. Ameddig a szemen lát, mindenhol csak víz. A holtágakat, mellékágakat, kisebb csatornákat, Balaton nagyságú tavak váltják, rajtunk kívül sehol egy teremtett lélek. Itt aztán békéje lehet halnak, madárnak. Csalizva repül az első horog. Vajon mit szólnak a Volga harcsái az import csalihoz? Nem a nadály volt a nyerő, hanem a kísérők által fogott béka. Itt nem tilos velük horgászni, amíg kitartottak, addig fogtuk velük a harcsákat. Ha megy a hal, észrevétlen múlik az idő. Úgy belefeledkeztünk a horgászatba, hogy közben ránk esteledett. Mire összepakoltuk botjainkat, már elbukott a nap, és körbeölelt bennünket a káprázatos Volga parti naplemente. Reggel barátaink elvittek a világ egyik legnagyobb védett lótusz mezejére. A pompázatos virágkelyhe különleges magot rejt, kesernyés íze gyógyír a fájós gyomornak. Augusztus vége nem a nagy belugák vándorlási ideje, de a házigazdák szerint, ahová most visznek bennünket, ott jó esélyünk van 1-2 kisebb izatok megfogására. Csak később tudtuk meg, hogy az orosz belügyminisztérium szigorúan védett területén járunk. Élő hallal csalisztunk, és nem kellett sokat várni, valami őserő rángott a zsinór másik végén. A csónakot többször is megforgatta. Beluga. Nem tudom, de... az ember lejjebb kell venni. A hal azonban hamar megadta magát, ebből már sejtettük, hogy ez nem a várva várt beluga. Csak belement a nyilván. Rövid és szerencsés fárasztás után Olá Béla büszkén emelhette a magasba a 20 kiló körüli vizatokot. Megvan. A
A sikeres vizafogás után visszaautóztunk Asztrahányba, hogy a híres városi múzeumban megnézhessük a Delta vidék legendás halait. ...1989-ben fogták ezt a 4 méteres, 966 kg súlyú belugát, amelyben 120 kg ikra volt. 26 vizafélét láttunk. Szembetűnő volt a különbség a legnagyobb testű beluga és kisebb rokona a korábban hozzánk is eljutott vizatok között. A sőrektok hosszú hegyes orráról ismerhető fel, egészen eltörpül mellettük hazai kis testvérük a kecsege. Volgai utazásunk során nem teljesült az a vágyunk, hogy nagy testű, kapitális halakat fogjunk. Ez az álmunk egy évvel később vált valóra, amikor a belugák remélt vonulási idejéhez igazodva az Ural folyó deltájába jutottunk el. Atirában, az egykori Gurjevben átvirrasztott reptéri éjszaka után a bázisra szállító hajó kapitányára várva, bőven jutott időnk ismerkedni az Ural folyóval, meg a helybéli pecásokkal. A módszer példátlan. Majdnem azt mondtam, forradalmi. Az itthoni megszokott mártogató, tapogató, süllőfogó technikához képest. Iskolából kimaradt srácok, meg néhány idősebb pecás meregette a süllőket 4 méteres tetőlécre szerelt hevenyészett szákokkal. Hagyjál, ide leted egy vasát, Egymás után tűntek el a 4-5 kiló süllők a hazai piacokon megismert KGST szatyrokban. Az biztos, hogy a sok huncutságot megért magyar rapsicoknak is tátva maradna a szájuk az ilyen halfogás láttán. Volgai túránkhoz képest alaposan megszaporodtunk. Heten vágtunk neki a nagy kalandnak. Atiránál a folyó még nagyon hasonlított a mi Tiszánkhoz, már ami a szélességét illeti, de olyan piszkos és zavaros volt, ami ennek a Tiszát még sohasem láttuk. A várakozás unalmát elűzendő, neki láttunk horgászni. A Boki-Dunán már bevált fenekező módszert használtuk, a főzsinóron nincs kötés, csak a horgon, és fölötte 40 centire duplán vett szelep gumi fogja meg a csúszóra szerelt piramis alakú olmot. A horogra nadágy tűztünk. Rétfalvi Ferenc pécsi horgásztársunk egyik harcsát fogta a másik után. Két percig nem volt bedobva. Egyszer. Jó? Imádom. Halasi Karcsi is Pécsről érkezett a csapatba. Első találkozása az Urallal nem volt eredménytelen. Bemelegítésnek, kedvcsinálónak jó volt ez a kis harcsa intermezzo. Mehetnek vissza a zavaros, áradó folyóba, mi nem ilyen apróságokért jöttünk. Jócskán elmúlt dél, mire elindulhattunk. Másfél napos út állott már mögöttünk, kissé nyűgös volt a társaság, mert előző éjszaka a repülőtéren étlen és, ami különösen aggasztó volt, szomjan tartottak bennünket holmi vízumügyek miatt. Igazi bajai vagy pécsi horgász nem indul világot látni Kvargli vagy Stifolder nélkül, a hazai ízek helyrehozták lelki egyensúlyunkat. Az Ural folyó és az Ural hegység alkotják a földrajzi határt Európa és Ázsia között. Az Ural torkolatának közepén a Kaszpi-tengerben található az a tanyahajó, ahová igyekeztünk. Jó 2,5 órája lehettünk már úton, amikor jókedvű kapitányunk rávezette a hajóját egy homokpadra. Eldurrant az olajpumpa, és ettől fogva a hajó nem volt hajlandó megmozdulni. Mit lehet ilyenkor tenni? Gyerünk elő a botokat, muszáj pecázni. Szerencsére sikerült értesíteni rádiótelefonon a bázison tartózkodó kísérőket, akik aztán azokkal a csónakokkal, amivel majd később horgászni mentünk, elénk jöttek.
aznap már harmadszor pakoltuk újra a rengeteg motyót. Szerencsére az ütésálló PVC tokokba csomagolt értékes felszerelések jól bírták a gyűrődést. Ha nem is érzékenyen, de búcsút vettünk az öreg csotrogánytól, meg a legénységétől. Ahogy távolodtunk, úgy lett egyre kietlenebb a vidék. Elhagyott kazak temető mellett vitt el az utunk. A távolban sorsukra hagyott düledező halászállások árválkodtak, aztán már nem volt más, csak a víz és a nád. Két órás hullámlovaglással tarkított száguldás után érkeztünk meg a lakóhajóra. Nem voltunk elkeseredve, amikor megtudtuk, hogy a velünk egy időben várt német sporthorgász csoport nem érkezett meg. A tavalyi volgai szálláshoz képest a lakóhajó maga volt a kazak csoda. Fűthető szobákkal, hideg-meleg vizes tusolóval. Hiába voltunk holt fáradtak. Álom csak nem jött a szemünkre. A hajó közelében raboltak a harcsák, muszáj volt dobni egy párat. Ha rapolára nem jött, csalizzunk élő hallal. Elég volt ledugni a szákot, már is megvolt a csalihalnak való. Pi, fölött épi. Másnap hajnalban Halasi Karcsi és Olá Béla ébresztették a napot. Halasi Karcsi mögött jelentős horgász múlt állott. Élete eddigi legnagyobb kifogott hala egy 3 kiló körüli dunai harcsa volt. A pécsi fiúnak igazán szerencsés a keze. Első urali hala így satszolva is legalább 20-szor nagyobbnak tűnt, mint az eddigi rekordja. Megbojdult a tábor, mindenki magyarázott. Közben Karcsi is rájött a fárasztás ízére. Egyre jobban állt kezében a 270 hosszú 500 g dobósúlyú bot, aminek peremfutós orsójára 200 méter 80-as zsinór volt csévélve. Pumpált, Karcsi, pumpáld, szólt a biztatás, mert ekkor már mindenki tudta, hogy nagy hal került a horogra. A vízigolyóval lebegtetett felúszós csali becsapta a belugát. De hol volt még a harc vége? Iszoda beluga, szólt a biztatás a hajóról, a Kaszpi-tenger gyönyörű hala már harmadszor is megmutatta magát. Orogra mindenre vigyázz! Orogra vigyázz! A belugát nem lehet megszákolni, tilos vágóhorgot használni. Fényképezés és mérés után azonnal vissza kell engedni a vízbe. Igen ám, de hol kell megfogni? Az oldalán 40-60 vért sorakozik, a hasán is van vagy 12. Kúp alakú orra, rövid és vaskos. Abba hiába is csimpaszkodnánk. Bele kell nyúlni valahogy a szájába, aztán előbb-utóbb stégen a zsákmány. Jézusom! 20. Jó egy órával ezelőtt Karcsi még csak egy volt a tehetséges, de ismeretlen magyar horgászok közül. De e perctől már a nap hőseként ünnepeltük. Kísérőink, akik közül többen kitűnő halas szakemberek, elmondták, hogy a belugák súlyát mindig a hosszából lehet megsatszolni. Karcsi belugája verte a 70 kilót. A szerencsés halfogás láttán mindenki azonnal pakolni kezdett.
a Volga két veteránja, Mennyhárt Jóska és Olá Béla már évek óta együtt horgászik. Biztos, ami biztos, Jóska elhozta cége, az Alcatex Kft. Kitűnő harradarját, Béla meg a Kettner cég képviseletében tesztelhette a harcsázásra kifejlesztett legjobb botokat. Először a főág felé vettük az irányt. Nagy meglepetés volt, hogy a meder alja teljesen egyenletes. A radar is 5 méter körüli mélységet mutatott, halakat még véletlenül sem jelzett. A nyílt tenger felé vettük az irányt egy lagunán keresztül, ahol aztán nagy örömünkre megpillantottuk azokat a jellegzetes V-alakú hátakat. Ilyen csak a mesében van. Alig ért vízre a horog, már is karikára hajlik a bot, sivít a multifékje, szerencsére van rajta 80-as zsinórból legalább 200 méter. Körbejárja a hal a csónakot, iszonyú ereje van, pumpálni nem nagyon lehet, már az is eredmény, ha a horgász a csónakban marad. Megtakarítunk egy kis benzin. Vanir beluga bőséggel. Tőlünk alig 20 méterre a 67 éves Jürgen König német sporthorgász ismerősünk birkózik egy hatalmas hallal. 4 éve visszatérő vendége az Ural deltájának, de az eltelt években összesen csak 2 sikerült fognia. Gyerünk vissza Béláékhoz. A fárasztás utolsó perceiben járunk. Ilyenkor az ember az ereje végén már csak a lába közé szorítja a botot és fohászkodik. Sikerült a farkára hurkolni a kötelet. Lassan belejövünk a beluga horgászatába. Bravo! Nazdarovje, mondja a két magyar, és egészségedre beluga. Húzz tovább szabadon. Gyönyörű szép nagy bajszai, apró pici szem. Fantasztikus egy ilyen jószág. Gondolják csak el, egy 150 kilós beluga súlya azonos 3 darab 50 kilós kukoricával teli zsák súlyával. Ezt kell megtartani, kifárasztani, csónakba emelni, visszadobni. Beluga tan, beluga. Alig pihegtük ki a hatalmas jószág kifogását, már is feltűntek az újabb óriások. Mennyhárt Jóska sem nyaralni jött, elég volt egy pillanatra elbámészkodni, már is ugorhatott a botja után. Nagyon jó érzékkel választottuk ki a májusi időpontot. A Kaszpi-tengerből ilyenkor jönnek fel a nagy vizák a tengerbe ömlő folyókba, elsősorban a Volgába és az Uralba. Csak amíg a Volga deltája egy Dánia nagyságú területet foglal el, addig itt az Ural tölcsérszedő deltájában koncentráltan van jelen a beluga armádiája. Az ilyen óriásra nőtt halak fárasztásánál mindig fel kell szedni a súlyt. A beluga erejét csökkenti, hogy a csónakot is vonszolnia kell. Kimondva, kimondatlanul, azért van egy kis rivalizálás a két jó barát között.
A mérkőzés most körülbelül döntetlenre áll. Keskeny csónakban külön művészet a hal lemérése. A csónak középső deszkájára kell fektetni, ott megnyugszik és hagyja magát fényképezni és hosszát megmérni. Losonc Tamás kollégánk igazi tengeri specialista. Járt már Puerto Ricóban, horgászott kék marlinra. Ide is olyan bottal érkezett, amit bizony megmosolyogtunk. De az idő őt igazolta. Elemi erejű rávágással jelentkezett a hal, egyszer feldobta magát, aztán elrepesztett. Nagy taktikai harc folyik ilyenkor a horgász és a beluga között. A hal egyszerűen húzatja magát egészen a csónak széléig. Ilyenkor kell észnél lenni. Ha nincs jó beállítva a fék, könnyen törik a bot, szakadhat a zsinór. Ez a derékjószág is többször megkerdült a csónak közelében. Hihetetlen, de igaz. Hatalmas szájában egy labor is elférne. A csali halat is gyomorra nyelhetné. Ezzel szemben a horog minden esetben a szájuk szélébe akad. Hideg téli estéken, amikor sok viszkit iszik az ember és mesél a nyári horgászélményekről, akkor kezdődnek így a történetek, mondjuk Menyhárt Józsi előadásában. Képzeljétek el, egyszerre volt kapás mindkettőnk horgán. Az enyémen egy 150 kilós beluga repesztett, balra a Béláim meg egy 149 kilós süvített a nád felé. Persze, persze, bólogat ilyenkor mindenki megértően. Elvégre horgászok vagyunk, a mesélőked finoman szólva a vérünkben van. De van, amikor a valóság felülmúlja a szárnyaló képzeletet. Mert amit most látunk, az halfogása javából. Jóska belugája már a csónak közelében fröcsköl, Béla meg egyszerűen szoborrá dermed a nagy küzdelemben. A többiek sem unatkoznak. Rétfalvi Ferenc az atirai kölyök harcsák után most emberére, akarom mondani, belugájára akadt. Sikerült egy pillanatra a csónak közelébe hozni a halat. Jézus Máriám, hát mégiscsak igazak lehetnek azok a legendák, miszerint még manapság is megnőhetnek akár 5-600 kilósra is ezek a halak. Ez a példány ugyan messze van a fél tonnától, de két ember is alig bír vele elsőre. Másodjára sikerül. A látvány egyszerűen félelmetes. Két ember keze is elfér a szájában. Soltész Kálmán a kitűnő pécsi harcsahorgász társult Feri mellé. Kell is a segítség. Visszatenni sem könnyű egy ekkora halat. Béla még mindig küzd. A halat még nem látni, de a nagy küzdelmet megcsodálni a többiek is ide sereglenek.
Kettner Bot kiállja a próbát, de a csatának még korát sincsen vége. Nem elég a csónak közelébe húzni, fel is kell kantározni, ehhez a halhoz meg két ember is kevés. Újult erőre kapott a hal. A meccs még bőven két esélyes. Mint a moziban. Úgy gyűlik a közönség, élvezik a nem mindennapi harcot. Küzdjél, Béla, mondják a többiek, aztán tovább állnak. Nincs idő az ámuldozásra, mindenkiben buzog a halfogás vágya. Muszáj leülni egy kicsit. Ilyenkor már remeg az ember lába, a derék megmacskásodik, és lehet Szentpéterhez a horgászok, halászok istenéhez fohászkodni. A fohász meghallgatásra talált, a beluga is ereje végén jár. Megint majdnem bedőltünk a beluga trükknek. A csónak szélénél megbokrosodott. Három ember ereje kellett ahhoz, hogy a kantárt áthúzza a kokoltyúján. Jól látható a beluga sáros orra, ami azt jelenti, hogy menekülés közben gyakran belefúrta magát az iszabba, ezzel is nehezítve a horgász dolgát. Sikerült. Nem csak a beluga, de Jóska is hanyatt esik. Béla sincs még magánál, azért azt mondjuk el, hogy ennek a hatalmasra nőtt halnak a fárasztása sokkal rövidebb ideig tartott volna, ha a bajai fiú nem vérbeli sporthorgász. Pergető felszereléssel, gumihallal, vékonyabb zsinórral megküzdeni az Uralfolyó óriásával, ez már a horgászat felső foka. Az adatok sem mellékesek. A hal hossza 260 cm, becsült súlya 280 kg. 250, ha 260. Szervusz, beluga! Szervusz, beluga! Szervusz, beluga! Ilyen fárasztás után más ember biztosan ágynak dől, de Béla úgy gondolta, hogy a páratlanul izgalmas halfogás örömére megvendégeli a társaságot egy igazi bajai halászlével. A halászléhez persze nem víza, hanem ponty híján harcsa illik, ezért aztán kerestek egy csendes lagunát. Béla kikapcsolódás véget alig fél óra alatt megfogta a vacsorára valót. Siettünk vissza a bázisra, hogy mire a többiek beérnek, már meleg étel várja őket. Nem csak a halfogás, de a haltisztítás is külön tudomány. Szép fehérre kell pucolni a halat, le kell róla vakarni a nyálkát, kimosni belőle a festéket, hogy ne maradjon mellékíze. Amíg a többiek kártyázással mulatták az időt és kortyolgatták a fáraó vodkát, addig a konyhában már rotyogott a bajai halköltemény. Gyufatésztával dúsítva, páratlan szintadó házi paprikával és avval a fantasztikus bajai halfőző tudással, melynek Béla a koronázatlan királya. Más
Másnap aztán kezdődött minden előről. Senkit sem kellett biztatni a felkeléssel, az előző napi élmények a legszebb reményekre jogosítottak. Ami a felszereléseket illeti, tengeri és bivajerős harcsázóbotok tucatjait vittük magunkkal. A leghitványabb botdobósúlya sem volt 500 gram alatt, de a pálmát Losonc Tamás 2400 grammos dobósúlyú marlinfogó botja vitte el. A botokkal nem is volt semmi baj, csak a csalihalak miatt aggódtunk, hiszen az előző nap még a maradék döglött csalihalakat is elhorgáztuk. A kazak kísérők nem értették, miért aggódunk. Ők bizton állították, hogy ahová visznek bennünket, ott annyi van, hogy kézzel is lehet fogni. Feltámadt a szél. Kétségeink voltak a csalihalfogást illetően, de amikor beértünk egy keskeny lagunába, olyan látványban volt részünk, amit leírni nem lehet. Csak a film igazolhatja vissza az elmondottak valóságát. Forrt a víz az ívó halak milliárdjaitól. Menyhárt Jóska ledugott a vízbe egy lyukas szákot. Megnyugodhattunk. A csali halakon nem múlik a mai belugázás sikere. A csodáknak még nem volt vége. Feltűntek a nagy testű belugák. Egészen a csónak széléig merészkedtek. Kazak kísérőinknek majdnem sikerült az ősi hurokfogó módszerrel is vizát fogni. Ami nem ment a régi módszerrel, az annál inkább beindult az Olá Béla Menyhárt Józsi kettősnek. Színe közben alaposan megváltozott. Kisebb árhullám jött le a folyón. Egyre másra repültek a vízbe a felcsalizott horgok, és a hihetetlen halbőségre jellemző, hogy alig ért vizet a csali, már is rárabolt egy-egy beluga. Menyhárték csónakjában is zajlott az élet. A fiúk finomabb szereléssel, nem élő hallal, hanem gumihalas pergetéssel csalták horogra a belugákat. A gumihalakon és a woblereken a hármas horgokat le kellett cserélni. A deltában tilos hármas horoggal horgászni, meg értelme sincsen, mert úgy hajlítják őket a hatalmas halak, mintha drótból lennének. A pergető felszerelést erősíteni is kellettne, hogy a gumihalazással indokolatlanul sérüléseket okozzanak az értékes halaknak. Egy 100 kiló körüli belugában 20 kiló kaviár is lehet, melynek piaci ára 1500 márka kilogramonként. Ez nem az a nálunk is kapható korom fekete kaviár, hanem a nagyszemű, szürkészöld színű, golyócskákra emlékeztető szemek. Az amerikai luxus éttermek méreg drága csemegéje. Ennyi izgalmas halfogás láttán, talán nem árt néhány mondattal emlékezni arra, hogy a vízahalászata már a honfoglalás előtt és a honfoglalást követő századokban is jelentős részét tette ki a félnomád vadász életformánknak. Az óhaza Dnyesztere, Dnyeppere, Volgája, Uralja, a Don és a Káma egyaránt eszményi vízafogó helyek voltak, csak úgy, mint később Pannóniának minden nagyobb folyója. Okiratos emlékeink Szent István korától napjainkig tartanak. Az 1015. évi pécsváradi alapítólevélben épp úgy találkozunk velük, mint a Duna északnyugati határán fekvő Pozsonynál. 1051-ben is szerepelnek a vizák. Első Endre királyunk segítségét kérte a Dunántúlról visszavonuló harmadik Henrik császár. Élelmiszert kért, és a nagylelkű magyar király a különféle ételkülönlegességek között 50 óriási vizát is adott a megszorult németeknek.
meglát! Nézzek meg, nézzek meg! Közben egy másik csónakban drámaian felgyorsultak az események. Halasi Karcsi integetett a messzi távolból. Mint később megtudtuk, majd egy óráig állta a sarat. Hajóhúzó tengeri botja is bírta a megpróbáltatásokat, de amikor már a kamera közelébe kerültek, átadta a botját Soltész Kálmánnak. Újabb egy órás őrület következett. Kálmánra jellemző, hogy erőből fárasztja a halat. A bivaj erős bot most is pattanásig feszült. Jó két órás küzdelem után pillantottuk meg először a halat. Úristen, szörnyűködött mindenki. Ekkora hal nincs is, ez lehet akár fél tonna is. Jézus Mária, fakadt ki Kálmán is, amikor teljes hosszában megmutatta magát az Ural óriása. Hát te vagy Karcsi főnök. Halasi Karcsi a maga 120 kilójával nem az a piskóta pali, de a fárasztás végét már alig bírta. Kálmánnal felváltva erőltették a halat egyre közelebb. A kazak kísérők izgatott kiabálása már sejtette, hogy valami egészen nagy, világra szóló harc részesei voltunk. Sikerült a kopoltyúján keresztül fűzni a kötelet. Arról szó sem lehetett, hogy beemeljék a csónakba, ezért kivontatták egy közeli homokpadra. Amikor az Asztrahányi Múzeumban jártunk, elhűltünk a hatalmas, kipreparált halak láttán. Azt is tudtuk, manapság is lehetnek 5-6 méteres belugák a Kaszpi-tengerben. De arra álmunkban sem gondoltunk, hogy éppen nekünk adatik meg egy ekkora hal megfogása. Szerencséje csak a jó horgásznak van. A 12-0-ás horog remekül bírta az irgalmatlan terhelést. A nagy halfogásának hírére összeszaladt mindenki. Még akkor is alig hittek a szemüknek, amikor végre sikerült biztonságos helyre vonszolni fényképezéshez, leméréshez. Megismerve a delta halbőségét és kifigyelve a belugák taktikáját, most már elhittük, hogy létezik ekkora hal. Ezek az okos jószágok felúsznak az Ural folyó alján a keskeny csatornákba, úszadékként sodortatják magukat visszafelé az árral. Csak a vértes hátuk látszik ki, ahogy V alakban hasítják a vizet. Képesek egy helyben megállni, ahol csapatostul ívnak a keszegek, bodorkák, és hatalmas szájukkal akkora vákumot szívnak, hogy behörpölnek vele egy szákra való keszeget. Érdekes, cuppanó hangot hallatnak ilyenkor, ezekben a napokban még a madarak rikácsolását is elnyomják a cuppogó belugák. A leméréskor kiderült, hogy a hossza 342 cm, becsült súlya 500 kg.
Ez a hal 8 cm-rel volt hosszabb egy német horgász korábban fogott 334 cm-es vizájánál. Megtörtént a csoda. Magyar horgászok megdöntötték a beluga fogás horoggal történt világrekordját. Nem sokáig gyönyörködhettünk az óriás halban. A kísérők már nagyon sürgettek bennünket, nehogy baja essék a legalább 15 millió forintot érő halnak. Másnap reggel vissza az eredeti helyszínre. Még mindig tartott a halak násza. Itt már szákra sem volt szükség a csalihal merítéshez. Elég volt lenyúlni a nád szélébe, és még válogathattunk is, hogy bodorkát vagy dévért tűzzünk a horogra. Keskeny csatornán, étvágyuknál voltak a belugák. Hatalmas rablásokkal hörpöltek be vödörnyi mennyiségű keszeget. Minden óvatosságukról elfeledkeztek a vizák a nagy zabálásban. Csónakunk kísérője evezővel hessegette el a megszédült vendéget. A csónakban állók előtt és mögött nem szűntek az ugrálások. Hamarosan megkezdődött az újabb küzdelem. Jó lesz felszedni a súlyokat, ez kemény halnak látszik. Bizony ez kemény legény a javából, mint a gyors vonat úgy viszi a zsinórt. Párosan szép az élet, tartja a mondás. Béla sem akar lemaradni, ez már nem is hal, hanem eleven torpedó. Na mi lesz itt, ha a két hal gondol egyet és helyet cserél? Nincs ennél hálásabb téma. Sivít az orsó, a horgász a frászt kapja. Jaj, de nagyon el kellene valami hűtés erre az orsóra. A dobot sem ártott volna jobban feltölteni. Még együtt küzd a két spori, de Józsi orsója nagyon szenved. Hát ennyi. Ez is benne van a horgászatban. Béla hala még megvan, sőt, egyre jobban megvan. Ez is harc lesz a javából, nagyon úgy tűnik, a belugák a tegnapi nap után megelégelték, hogy mindig ők veszítenek. Már a csupa gladiátort nevezte. Ez is gyönyörű jószág. Ha keményen bánik a horgász a belugával, akkor az nem sodortatja magát az árral, hanem kiugrik a vízből. Ilyenkor, ha a fék nincs jól beállítva, viszlát beluga. Az 500 g-os bot, a multi is a javából való. Mégsem jön közelebb a hal. Csak könnyebb volt a középkor vízahalászainak, amikor a Duna bizonyos részein párhuzamosan cölöpöket vertek le egyforma távolságra, és a közöket vesszőfonatokkal töltötték ki. A keskeny nyíláson a hal beúszott, a kígyózó vonalban levert dorongok közül a víza nem tudott többé a kijárathoz férkőzni. A szárazra kivontatott nagy halak száján kötelet vagy láncot fűztek át, és azon tartották őket. 1412 tavaszán például fejedelmi volt a zsákmány, 26 óriás víza és 5000 kisebb tok került a hálóba.
hatalmas belugáknak legalább tenyeres dévért vagy bodorkát illik a horgon felkínálni. Ha félbevágjuk, a kampót észszerű a fej közelében vagy a gerinc alatt áthúzni. Az eltelt két nap nagyon sokat kivett a fiúkból. Hol van már a délceg pergető tartás? Nem csak szakálluk nőtt ki, de lábuk is elfáradt. Lehet horgászni fenekezve is, annak is megvan a maga sajátos szépsége. Belugák nincsenek tekintettel a fáradó magyarokra. Nem csak az a legény, aki beveti a horgot, hanem az a hal is, amelyik húzza. Jó, nem lát meg. Nem kell mindenhez kommentár, hiszen a képek magukért beszélnek. No, majd Béla megmutatja, milyen a bajai virtus. Itt van már a hal a csónak közelében. Volt egy botunk, de már nincsen. Nagyon vezetnek a belugák. Itt is ádász küzdelem folyik. Soltész Kálmán a pécsi tavak, a Dráva, a Duna kapitális harcsáin edződött rutinos horgász szereti megdolgoztatni a halat. Hallották? Nem csak a horgász fárad már, de gyengülnek a botok is. A 700 g dobósúlyú bivajerős bot is megrepett. Más ember ilyenkor már feladná, de Kálmánt nem a puhányok fajtájából faragták. Elkérte társa Rétfalvi Feri botját, leszerelte róla fárasztás közben a multiorsót és szigetelő szalaggal hozzáerősítette törött botjához. Nagy szerencséjére a szerelés alatt a hal is megpihent kicsit a fenéken, nem rohant ki a nyílt tenger felé. Mit lehet erre mondani? Járnak ide belugázni Németországból, Svédországból, Amerikából, de nem hiszem, hogy van a világnak még egy olyan fineszes horgásza, aki a belugafogó túrájára 50 forintos szigetelő szalagot visz magával, hogy a szükséges pillanatban összeragasszon vele két botot. Amíg Kálmán harcol a különleges bot egyveleggel,
Gyorsan elmesélem, hogy a vízahalászat Csallóközi történetének számtalan érdekes epizódját örökítették meg a krónikások. 1710-ben történt, hogy a városi burgerek Somorja határában megpillantottak egy hatalmas vizát. Nagy hamarsággal értesítették a vajkai halászokat, akik septében feleveztek. Nagy szerszámukkal először 3 darab vizát fogtak, melyek közül a legnagyobb 300 fontot nyomott. Amikor újabb tanyát vetettek, megint fogtak 8-at, de hálójuk nagyon kezdett szakadozni, és a 12 halásznak segítséget kellett kérni, hogy a zsákmányt partra vontassák. Az utolsó nagy példányt a Csallóközi vizeken 1906-ban fogták a Süllyi Duna ágban. 3 mázsát nyomott a halóriás, és szinte mesébe illő, hogy ilyen messzire felúszott a tengerből. Kálmán vizája is verte a 150 kilót. Ez aztán már mindennek a teteje. A horgász egyik kezében a vodkás üveg, a másikban bot, annak végén meg egy szilaj beluga. Lehet, hogy megérezte a vodka szagot, és mérgében kiszaladt a partra. Szegény jószág, ez is rajta vesztett egy nagy darab kettészel csalihalon. Nagy tanúsága volt az itteni horgászatnak, hogy a kettévágott csalihalat sokkal jobban díjazták az óriások, mint az élőt. Azért olyan könnyen nem adom meg magam, csapoda egyet a beluga. Béla arca minden szónál beszédesebb. Jürgen König német sporthorgász is egészen különleges rekordot mondhat magáénak. 4 nap leforgása alatt 47 belugát sikerült fognia. Nem akármilyen sporteljesítmény ez egy idős embertől, különösen ha figyelembe vesszük, hogy kifogott halai között szép számmal akadtak 150-200 kilós példányok is. Nehezen lesz hihető, amit mondok. De eljött az a pillanat, amikor az ember úgy érezte, hogy már egy kicsit elege van a horgászatból. Gyönyörködtünk a belugákban, ahogy hasították a vizet, űzték a keszekféléket. De a pecázás már nem volt az igazi. Nincs mit tagadni, iszonyú izomlázunk volt a rengeteg halfogástól. A nap is pacallá égetett bennünket, a 4. napon már csak úgy tudtunk horgászni, hogy minden gúnyánkat magunkra húztuk. Borzasztó szélsőséges errefelé az időjárás. A belugákat persze hidegen hagyta, űzték, habzsolták az ívóhalakat. Ilyen mennyiségben és bőségben keszeget, bodorkát, banit elképzelni sem tudtunk volna korábban. Ameddig a szemen látott, mindenütt forrt a víz. Ahogy mi is belefáradtunk a horgászatba, úgy lett elegük belőlünk is a belugáknak. A csónak közvetlen közelében raboltak, nem egy esetben neki is rohantak. Kapaszkodnunk kellett, hogy benne maradjunk. Megint a szokásos helyzet. Józsi és Béla egyszerre fáraszt. Kíváncsi lennék, mi történne, ha a monstrumok folyamatosan kétfelé húznák a csónakot. Lehet, hogy a két derék horgász megtanulna vizen járni. Józsié elment, Béláé még megvan. Élvezhetjük a nem mindennapi képeket.
Fél órás, kemény fárasztás után már hanyat feküdt a termetes beluga. A jó bevált trükköt itt is alkalmazta. A csónak közelébe érve rögtön alá merült. Kezdődhetett minden előről. Két ember ereje sem volt elég a kiemeléséhez. Harmadjára nagy fröcsköléssel zuhant be a csónakba. Ezzel a hallal a megszokottnál is óvatosabban bántak a fiúk, hiszen feszülő hasa elárulta, hogy ikrás példányról van szó. El is neveztük őt kismamának. Mérésekor kiderült, hogy hossza 205 cm, súlyát a benne lévő kaviár miatt közel 200 kilósra tagsálták. Ha ön igazán szereti kedvenc hobbiát, ha ön kitűnő vadász vagy eredményes horgász szeretne lenni, okvetlen keresse fel az Eduard Kettner vadász és horgászboltot. Itt mindent megtalál, botok, orsók, kiegészítők, a versenyhorgászat eszközeitől a legnagyobb halak kifárasztásához, kényelmének maximális biztosításához elengedhetetlenül szükséges eszközökig. Sőt, még ennél is többet. Kettner vadász és horgászbolt, Budapest, Andrássy út 21. A meder alakulatok feltérképezésének, a halrajok felkutatásának nélkülözhetetlen eszköze a Hammenbird halradar. Megvásárolható, megrendelhető az Alcatex Kft-nél. Szolnok, Rékasi út 99. Telefon 56 414 183. Amerikai csúcs technológia elérhető áron. Hammenbird. Hogy ne áztassa zsinórját feleslegesen. Ha teljes biztonsággal szeretne bármilyen vizen közlekedni, ha biztosan vissza akar térni horgásztúrájáról, ne gondolkodjon! A Tohatsu motorok megoldják minden gondját. Olcsó, takarékos, üzembiztos. 2 és 4 ütemű változatban kapható. A vízisportok minden kiegészítő tartozékával, elengedhetetlen kellékével a Tisza vízisport áruházban találkozhat. Szónok, Rékasi út, 100 pera. A Kettner Baja horgász-vadászak üzlet Baján a Sugovica mellett várja önt. Ha valóban szeret horgászni, itt minden kívánsága teljesülhet. Az alapvető felszereléseken kívül zsinórok, etetőanyagok, élő és konzervcsalik, csónakmotorok, horgász-vadászöltözetek. Nem győzzük felsorolni. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen. Zavarban lesz. A bőség zavarában. Kettner Baja vadász és horgászbolt. 6500 Baja, Árpád tér 1. Műsoros videókazetták a PRTV kínálatából. Horgászbottal a Dunán és az Ipolyon. Nagy pontyok nyomában. Horgászsuli gyerekeknek. Kedvenc horgászvizeink, első, második és harmadik rész. 32 csodás horgászvíz a 3 kazettán, 180 percben. Óriás pontyok a bojvizás szerelmeseinek. Finom szerelékkel állóvizen. Megrendelhetők postai utánvéttel a 0660 310 403-as telefonszámon. Hogy milyen szerencsénk volt valójában, csak az 5. napon tudtuk igazán értékelni. Kora reggel kinéztünk az ablakon, és hamisítatlan őszi időjárás fogadott bennünket. Korábban már említettük, hogy az Ura vidékének sajátos időjárási viszonyai milyen nagy mértékben befolyásolják a halak táplálkozási szokásait. Egy hónappal kirándulásunk előtt
a folyón és mellékágaiban még 2 méteres égtorlaszokat vetett partra a zajló víz. De a delta vidékre a tavasz jóval gyorsabban és hamarabb érkezett meg. Kísérőink elvittek a bázistól 20 kilométernyire egy csendes lagunába, ahol a víz kristálytiszta volt, a mederfenék nátorzsával teli, a mélysége pedig alig érte el az 1,5 métert. Valószínű, hogy a torkolat nagy része is ilyen lehetett egykoron, legalábbis addig, amíg a főágat ki nem kotorták. Csukában hihetetlen gazdag vizen jártunk. Egy-egy kisebb szobányi területről akár 6-8-at is ki tudtunk venni. Következett az a csukahorgás számára oly sokszor megálmodott állapot, amikor teljesen mindegy, hogy mivel perget. A részszínű Blue Fox és a fémszínű Vibrax ugyanúgy fogta a csukát, mint bármelyik körforgó, támolygó vagy twister. Hoppá, meg van robom, robom, figyeld, nagy, meg is van ugyanott a minára szemben. Látod, ott jött, jó. A piros bojtal vagy vörös műanyagcsővel díszített műcsalik delejes erővel vonzották a szebbnél szebb példányokat. A jól vezetett villantót persze a mohósügerek is elkapták. A csukákkal ellentétben ezek nem nőttek olyan nagyra. Persze a belugák után annyira mások a dimenziók. Fűztük bilincsre a csukákat, hisz odahaza ritkán fordulhat elő velünk, hogy alig egy óra leforgása alatt fejenként akár 20 darab, 2-3 kilós példány mutatványozik horgunkon. Ugye szép kis füzér? Jobb lesz nekik újra a vízben. Már nem a darabszám érdekelt minket. Egyre nagyobbakat fogtunk és álmélkodtunk. Szokatlan volt számunkra vehemes védekezésük, vitalitásuk. Pergető horgász ennél adakozóbb vizet nem kívánhat. Dobálhattunk felváltva gumihallal, wobblerrel, támolygóval, most már csak a nagyja jött, és számolatlanul. Érdemes megfigyelni, hogy veszi ki kazah kísérőnk Ruszlán, még a nagyobbakat is szákolás nélkül. Megragadja két szeménél, és a hal mozdulatlanul kerül a csónakba. Thank you.
itteni csukák falánkságára mi sem jellemzőbb, hogy minden útjába kerülő táplálékot zsákmányul ejt. Jól látható félelmetes torkában a félig lenyelt kis harcsa. Ötven 120 grammos dobósúlyú pergető botokkal horgáztunk, eleinte 28-as zsinórral, amit aztán később keményíteni kellett. Néhány szakítás után észszerű volt átszerelni 35-ösre, 40-esre. A csuka horgászatának egyik leglátványosabb pillanata a vízből kiugró bukfencet vető hal. Az Ural-delta csukái még cirkuszban is felléphetnének látványos mutatványaikkal. A gumihalat is nagyon ették, csak arra kellett vigyázni, nehogy az ólomfej a torságban elakadjon. Indulka! Nehéz jelzőket találni ennyi gyönyörű hal láttán. Milyen fantasztikusan gazdag erre a természet. Amikor a lagunák felé jöttünk, már egyetlen belugával sem találkoztunk. Kísérőink elmondták, hogy valószínű, mindnyájan benn vannak a Kaszpi-tengerben, az Uraltól 3 kilométernyire. A csukák meg mintha mind itt lennének egy helyen. 3 kiló körüliek. Édes Istenem, mennyi ingyenc falatnak való. Ebből például lehetne egy töltött. Ebből meg egy szalonnával tűzdelt. Ilyenből készülhetne a csuka fasírozott. Ez sülhetne vajban vagy olajban. Pont ekkora kell a káposztás csukának. No, ez meg pörköltnek való. Ennek holnapra lesz olyan kocsonyája, ami minden másnapos gyomornak megváltás. Ezekből már ne főzzünk semmit. Csak tegyük őket vissza. Maradjanak meg így, teljes szépségükben, emlékeinkben. Hagyjál nekem, és majd egy kettőt az olajban. Gyázz a kezed, a jutjál rá. Ez 96-os. 5-ös. 95-ös. Jó. Engedhetem? Mm-hmm. Jó. Nos, véget ért a nagy kaland. Nem sokára mi is repülünk, mint a delta madarai. Még minden porcikánkban ott reszket a halfogás öröme. Idő kell hozzá, míg emlékké tisztulnak az Uralon töltött napok. Ennek parazsát visszük most haza. Jó lesz melegedni mellette a hétköznapokon. És ahogy a költöző madár a természet parancsára útra kél, úgy teszünk mi is, a vadvizek nyughatatlan vándorai. Szia, beluga!